A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársonypermeteg. S lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként, csendesen morogtak a sovány levelek. Tóth Péter, Lóránt Radnóti és Latinovics díjas versmondó, valamint versvándor, többek között József Attila Levegő című művét szavalt el a nagy érdeműnek. A költő halálának évfordulója alkalmából egy rendhagyó irodalomóra keretében. A Bács-Kiskun megyéből Kunszent Miklósról érkezett előadó eredetileg történelem testnevelő tanár végzettséggel rendelkezik. A költemények iránt már gyermekkora óta nagy érdeklődés mutatott, mely munkája mellett is megmaradt. 3 évvel ezelőtt azonban búcsút intett a katedrának, és előadásai kerültek előtérbe, melyekkel számos helyre jutott már. Stábunknak elárulta, hogy miért tartja fontosnak, hogy sokakhoz közelebb hozza a literatúrát. Külvilág felé élünk ma itt, nem csak a gyerekek, de a felnőttek is, és a külső dolgoknak és a földgyorsult világnak vagyunk a rabjai, hogy elfelejtjük azt, hogy nem csak a pontból B pontba kell fizikálisan eljutni, hanem belülről is valahová. És én azt gondolom, hogy a versek, de nem csak József Attila, Arany János, Petőfi, a költészet, egyáltalán a művészet, Petrás Máriának a szobrai előtt, ugye, ezeknek a szobroknak is a nézegetése, vagy a versek olvasása is egy-egy utazás önmagunkhoz, egy önismeret, csak önmagamat ismétlem most. Szóval én azt gondolom, hogy én ezért járom a Kárpát-medencét, hogy nyilván fölhívjam a figyelmet a nagy költőinkre és a nagy verseinkre. Az eseményen a közönség soraiban ült Járnei Ákos és Dékány Marcell is, mindketten a Szent István Egyházi Általános Iskola növendékei. Az előadás az maga jó volt, érdekes volt a műsor, a versek is nagyon jók voltak. Nagyon ügyesen szavalt a bácsi, és igazából nagyon jó volt, szépen bemutatta József Attila életét, verseit és a történetét. A program első fele a József Attila Múzeumban került megrendezésre, majd ezt követően az Esperzsit házban folytatódott tovább.